Először szerepelhet az UEFA futsal kap négyes döntőjében a Rábo amely a győri elitkört megnyerve hajtotta végre a történelmi tettet. A csapat az MB 1 ben második jelenleg soraiban hat nemzetközi meccsen szerepelt a kölcsönből visszatért válogatott Alasztis Marcel. Ő a vendégünk, szia, jó reggelt kívánok! Reggelt kívánok! Hát gratulálunk, meddig tartott az ünneplés itt a labdával írt sporttörténeti tett után? Hát nem tartott sokáig, hétfőn bajnoki mérkőzésünk volt a Ferencváros ellen, tehát nem úszhattuk hosszúra az ünneplést, de meg ünnepeltük, azért nyilvánvalóan ez hatalmas siker volt a csapat számára, volt ünneplés a mérkőzés után, de annyira hosszúra nem sikeredett. És kihatott a teljesítmény a bajnoki meccsen? A meccsen? Szerencsére nem, szerencsére nem, inkább a fáradtság miatt sikerült 5 öt játszani végül a Ferencvárossal, de ez a teljesítményben nem, nem mutatkozott meg szerencsére. Marcel, azért ezt a csoda kategóriájában ne soroljuk, maradjunk inkább a nagyon kellemes, nem feltétlenül várható meglepetésnek? Én úgy gondolom, hogy ebben az évben ez a csoda kategóriával tartozik. Az előző évekhez képest kicsit gyengébb kerettel dolgozunk idén, viszont több a magyar játékos, több a fiatal. Mi ennek örülünk, én is magyar játékosként örülök ennek. Szerintem nyugodtan fogalmazhatunk, hogy ez a csoda kategóriába sorolható be, hogy a Final four jutottunk. Uh, és mi a titka annak szerinted, hogy nem a legerősebb bombalégiósokból álló kerettel sikerült ezt a történelmi tettet végrehajtani. Lehet, hogy van ennek mégiscsak jelentősége, vagy nagy jelentősége, hogy sok magyar is volt most a csapatban? Én úgy gondolom, hogy két fő dolog játszik itt közre. Egy első az edző, tehát új edzünk. érkezett, Spanyolországból ő játékosként világsztár volt, VB-t nyert, lb t nyert, mindent elért, amit lehetett, tehát ő egy szaktekintély. Úgy gondolom, hogy ez a játékosokra mindenképpen pozitív hatással volt, hogy egy olyan olyan edző van a sorainkban, akitől csak tanulhatunk és felnézhetünk rá az, az első. A második úgy gondolom a, a, a csapat szellem, a csapat összetartás, hogy mindenki egymásért küzd, kicsit vékonyabb kerettel, viszont, viszont a küzdés a száz százalékig elmondható mind a három mérkőzésen, amióta az új edzőnk van, edző nélkül is, úgy gondolom, hogy ez el, elengedhetetlen dolog. Ugye ezt a sorozatot jövőre már a futszalban is bajnokok ligájának fogják nevezni. Ha összevetjük a nagypályával, hogy érzékeltessük mekkora ez a diadal, mintha a nagypályás Fradi a BL-ben a legjobb nyolc közé jutna? Ez teljes mértékben ugyan, ugyanígy elmondható, igen. Azt mondod, hogy körülbelül, lekkora körül. ekkora sikernek ö, tulajdonítom, igen. Mi a magyarázatod arra, hogy a magyar futszál ennyivel a magyar nagypályás foci előtt jár? Mm. Én úgy gondolom, hogy mivel kevesebb csapat is van a futszál van, és a BL sem olyan rendszerben működik, mint a nagypályán. Kevesebb pénzből is gazdálkodhat, úgy gondolom, a sportágunk. Emiatt valamilyen szinten könnyebb oda kerülni, viszont ugye ide is kellnek a külföldi játékosok, a nagyobb ez a játékosok, és a nagyobb tapasztalata rendelkező edzők is. Na most ez a siker, ez mit jelent nektek, neked például, a saját játékos pályafutásodban? Én úgy gondolom, hogy ez a ETO-nak, a magyar futballnak a elkövetkező időnkben, remélem, hogy nem, de most ez egy, ez egy áttörés. Ez egy hatalmas áttörés, és még egyszer fogalmaznék, a magyar játékosokkal is sikerült ezt elérni, nem csak 14 darab külföldi játékossal értük el ezt a sikert, hanem a magyar játékosok is rengeteget játszottak. Magam részéről én fiatalként, győriként, lokálpatrióta győriként, ezt nyugodtan elmondhatom, nekem ez egy hatalmas-hatalmas siker volt. Ilyen fiatalon ezt megérni saját városomban, saját közönségem előtt, ez, ez szinte elmondhatatlan dolog hát a mai napig kiráz a hideg, amikor a képsorokat és a videót nézom a mérkőzésről, elmondhatatlan érzés, leírhatatlan, és nagyon-nagyon remélem, hogy még a, a közeljövőben és a távoljövőben is hat hasonló sikereket tudunk elérni csapatszinten, és én egyénileg is. Tehát ahol ugye kölcsönben játszottál, és a már vázolt okokból és körülmények közepette tértél vissza, az a kölcsönbeadás az a sok játék lehetőség miatt a javadra szolgált? Így van, így van, így van. A csapatvezetőkkel iskorálva döntöttünk azon, hogy inkább menjek kölcsönbe és játszok minél többet. Előttem két válogatott kapus volt, mind a ketten nagyon-nagyon jók voltak, én még abba a, tavaly nem értem fel a szintükhöz, és ezt csak a több játék lehetőséggel tudtam elérni, hogy nagyjából azonos azon szinten legyek velük, és én úgy gondolom, hogy ez jótékony hatással volt a pályafutásomra, hogy ez a féléves kölcsön, kölcsönjáték. Ugye a hírek szerint a csapat körül voltak anyagi gondok is, ezek most is megvannak még? Ö, én úgy gondolom, hogy játékosként, profi játékosként ezeket, ezekkel nem szabad foglalkozni. Most olyan, olyan töltetet kaptunk ezzel a bl el hogy nem is tudtunk ezzel foglalkozni. Jött az új edző, mondta, hogy felejtsünk el mindent. Akadtak némi csúszások, de nagyon-nagyon remélem, hogy erről már csak múlt időben beszéltünk. Én úgy gondolom, hogy Erről csak múlt időben kell beszélni. Egy biztos, akkor a recepthez hozzápotozik az is, hogy ha nem is volt annyi pénz, ugye a keretváltozása is, kevesebb pénzből is, de nagyon célzott és jó választásokkal, így első helyen az edző, aki fel tudja lelkesíteni a magyar fiatalokat is, többre lehet jutni adott esetben. Több pénzzel, csak légiósokkal. Így van, Ez Ezt mutatja a példa. Előzetesen te hány százalék esélyt adtál erre a csodára, a továbbjutásra? És melyik ellenféltől tartottatok leginkább? Ugye az elit megrendez, volt megrendezve a Mérend, az kim volt Olaszországban, a Lupa Renze rendezte. Hát ott kikaptatok. Igen, igen. ott kikaptunk. Az első mérkőzésen a Barcelonával játszottunk, aki most vetétársak lehet a Final Fourban. Őtőlük kikaptunk. A Lupa Renzétől újfent kikaptunk, gólt se az első két mérkőzésen, és a harmadik mérkőzésen játszottunk a Krudim csapatával, ők a Cseh bajnok ővelük voltunk úgy az előző években, hogy mindig meccseltünk, mindig meccs volt. Ö, nekünk már a méránból való továbbjutás is olyan volt, mint, hogy, mint hogyha megnyertük volna a BL-t. Ez egy nagyon nagy pozitív töltetet adott nekünk, és úgy tudtunk tovább menni az elitkörbe, hogy szinte az esételek nyugalmával, otthon, megrendezve az elitkört, ö, bármit elérhettünk. Nekünk veszíteni valónk nem volt, viszont Győrben voltunk, otthon voltunk, nem feltett kézzel indultunk neki a csatának, plusz olyan csoportba kerültünk, ahol igazából Ö, nagy Ágyú, a ö, volt mondható, de ők is valamilyen szinten azért a, a, az első vonaltól kicsit lejjebb vannak. És úgy voltunk vele, hogy mikor, ha nem most, ö, miért ne sikerülhetne. Az első mérkőzésen egy góllal szemettünk csak vereséget a Minx csapatától, a, aki a Kájra támadt itt, a, a Drodzolinak a csapatát 6-3-ra vert a mérendon, így megelőzve őket. Úgy voltunk vele, az első mérkőzés semmi probléma, kikaptunk másik meccsen ö, Óriási csatában, utolsó másodpercekben fordítottunk, utolsó meccsek pedig szerencsére úgy tudtunk vágni, hogy egy gyólos győzelemmel már tovább juthatunk, mikor, ha nem most, mikor, ha nem győrben, és szerencsére sikerült abszolválni ezt a, ezt a teljesítményt, ezt a sikert, és nagyon-nagyon és boldogok vagyunk, ezt mondhatom a csapat tagjai nevében. Rodríguez mester egyébként erre az elitkörre, ezekre a mérkőzésekre hozott újdonságot a taktikába? Rengeteg mindent, rengeteg, rengeteg rengeteg mindent ö, mi dolgot ö, Próbálta át megreformálni a dolgokat kevés ideje volt, viszont célzott másfél hónapos felkészülést, ezt most csak a BR-re koncentrálva csinálta, is. én úgy gondolom, hogy ha nem is csak a mondjuk pontrugásokból, oldalberugásokból sikerült gólt lőni, de, de akadtak olyan dolgok, amik, elősegítették ezt a sikert az ő taktikájának köszönhetően. Marcel, ezért a bejutásért, ezért a csodáért kaptok egy rendes prémiumot? szó szó szóba került, szóba került, egyel, egyel, egyelőre még ö, ö, tárgy, tár, tár, tárgy témája. Az Értem, az tehát erről még tárgyatok. Ha az etó mostani erényeit és stílusát kéne összefoglalnod, amit szeretnél majd viszont látni áprilisban, addig még persze a kereti sokat változhat, gondolom nem az a cél, és nem annak örülnének főnként a magyar fiatalok, hogy akkor most megint majd arra a négyes döntőre érkezzen nyolc külföldi. Ha így maradna, és még jobbak lennétek, mi lenne a lényeg ennek az etónak? Én, én, én úgy gondolom, hogy ö, rengeteg győri drukkerünk van e-szimpatizás, akik a nagy pályáról is érkeztek. Ő nekik rengeteget jelent, ha magyar játékosokat, győri kötődési játok, játékosokat mutatnak az etó soraiban, Nekik ez egy hatalmas öröm. Én úgy gondolom, hogy a külföldiekkel ö, egy, együtt ö, olyan csapatot tudunk ö, mutatni, és olyan csapatot tudunk kiadni, akire büszkék lehetnek a győriek, de nem is csak a győriek, hanem Magyarország. Ö, küzdeni tudás, akarás a külföldiek részéről egy kis, egy kis finesz, egy, egy kis, egy, kis, játékosság még, egy, egy támadó előnyben részesítő csapatot lehet látni, akit, akit élmény nézni. Nekünk ez volt a célunk is, rengeteg gólt lőve, ok, olykor kapva is, de ugye ez a támadó futballnak a, a Hát sajnos. Final Four messze van, még ugye áprilisban lesz. Mondhatom azt, hogy akkor ott ti a sötét ló a Sporting, a Barca és a Movistar Inter mellett? Nyugodtan, nyugodtan, igen. És igen. akkor valami hasonló forgatókönyvre készültek ott is? Úgy vagyunk vele, hogy nem feltett kézzel abszolút nem megyünk. Eddig is nagyon nagy siker hogy eddig bejutottunk nem fogunk megállni, és nem fogunk, nem fogunk visszafogottan játszani. Szeretnénk ott is megmutatni, és ez mindenkinek nagyon nagy lehetőség ott a legjobb négy között, játékos megfigyelők, menedzserek előtt eladni magunkat. Próbálnánk nem egyénileg, csapat szinten olyan eredményt elérni, amivel méltóan büszkék lehetünk. Na most azt mondják, hogy mindeközben kellően felkészíte majd erre a Final forra a mostani magyar bajnokság, hogyan látod az erőviszonyokat, hogy most a második helyen ez, látok? Ez, 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 mindig nehéz. Ez, 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 mindig nehéz. Én úgy gondolom, hogy motivációt kell adni a minden mérkőzésnek egy játékosnak. Tehát nem kell figyelembe véve az, hogy ki ellen játszunk és, és milyen körülmények között nehéz mindig felpörögni, ugyanolyan szinten, mint mondjuk egy BL Final forra, vagy akár egy elit körben, de úgy gondolom, hogy aki játékos, profi játékos, annak az kell motivációt adjon, hogy játszhat és a játék szeretete. Én úgy gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma. Az edzőnk is minden egyes meccs előtt elmondja, hogy lehet, hogy ez a mérkőzés nem olyan nívójú lesz, nem olyan iramú, mint egy BL meccs, de attól függetlenül mi vagyunk az ETO Magyarországon, és nekünk, és nekünk mutatni kell mindig a 100%-ot, sőt, annál még többet is. És végül azt mond meg, ugye történt, ami történt a válogatottban a Lengyelország elleni kiesés, ugye a megújult keret a győriek nélkül kezdte meg a munkát. Mit gondolsz, bekerülsz a franciák ellen, ott leszel? É, ott leszek, igen, igen. Most holnap, holnap fogunk összeülni, és holnap kezdődik egy ilyen négy napos összetartás, utána a két meccs a franciák ellen. Ez a győriek mellőzés az előző két mérkőzésen, ez a BL miatt igen, landolod, hát és válogatott edző, szövetségkapitány és a mi edzőnk megbeszélése alapján kerültünk mi igazából nem be a keretbe, és most már ott leszünk, tehát így a győriek is részt fognak venni ezen az összetartáson. Még egyszer gratulálunk, és akkor jó munkát, és akkor a csoda folytatódja majd áprilisban. Köszönöm szépen, hogy itt